A jelenlegi vészhelyzetben a családok, a családtámogatások megvédése kiemelt feladata a magyar kormánynak. Minden családtámogatás elérhető lesz a jövőben is. Ezzel a kijelentésével kezdte meg sajtótájékoztatóját Novák Katalin. A Magyar Család és Ifjúságügyért felelős államtitkár szerint a magyar kormány továbbra is azon dolgozik, hogy könnyebb legyen családot alapítani az országban, még a járvány idején is. Továbbra is azon dolgozunk, hogy Magyarországon minél könnyebb, minél jobb legyen gyermeket nevelni, családot alapítani, és gondolunk a családban élőkre most is, amikor a koronavírus járvány mindannyiunknak az életét befolyásolja, mindennapjainkat megnehezíti. Én 5 pontban foglaltam össze azt, hogy a magyar családok érdekében milyen döntések születtek meg az elmúlt hetekben. Az első ilyen pont, hogy a családtámogatásokat megvédjük. A második, hogy továbbra is munkát adunk segély helyett. A harmadik, hogy segítünk átvészelni a veszélyhelyzetet. A negyedik, hogy támogatjuk a fiatalokat. Az ötödik pedig, hogy az idősekre is gondolunk, gondoskodunk róluk. Hogy könnyítsék a családok terheit, a jelzálog hitel elengedésének lehetőségére hívta fel a figyelmet az államtitkár. Növelték az otthonápolási díjat azoknak, akik beteg gyermeket nevelnek. Novák Katalin a fiatalok támogatásáról elmondta, átmenetileg nem kell fizetni a diákhiteleket. Ez a lehetőség azokra is vonatkozik, akik most igénylik. Továbbá bevezetnek egy új, szabad felhasználású, kamatmentes, 500 000 forint összegű diákhitelt az egyetemisták számára. Sokan még mindig nem tartják be a kijárási korlátozásokat Magyarországon. Egy nap alatt 800-al emelkedett a megszegéseknek a száma. Az illetékesek felhívták a figyelmet arra, hogy húsvétkor is tartsák be a szabályokat, saját maguk és mások egészsége érdekében.